Barbara, Miss Jackson. Na csáosztok, sziasztok, én Norba vagyok, és most vagyunk a bőrtőben, és megfogjuk ezt a játékot, hogy ez milyen is lett. De amit látjátok, az egyből egy versennyel kezdünk, ugye még nem bicsáltam meg a profilt, és már egyből csapatnak lennek és Skoda Fabiával. Az irányítás mondjuk az egész jobb. Még igaz, hogy eléggé árkádos, ugye? Nagyon nyilván ezt senkinek nem kell mondani, hogy egy árkád játék. És ennél nem is több. De majd ez a test során kiderül, hogy hozzá azt a hangot, mint az elődjei, ugye a Dirt 3, Dirt 4. Remondott elsősorban. De alapját ilyen fesztiválszerű hangulatja. Ez már a belső nézőtök. Hát ugye a belső helyet is szokásosan megfelelő. Teljes mértékben király. És lehet látni oldalt sárosan az ablak, szóval az jó, hogy nem hagyták ki belőle ezt legalább. Bár mondjuk elég furcsát volna, hogy kiadjam belőle. Az autónak az irányítás is elég jó. Akkor a hangok is. Teljes mértékben. Szóval ez egy jó kis gépnek tűnik. Csak oldalt vannak itt ilyen challenge, nem is tudom mi az. Cselesenek tűnik. Hát riptelem kéne egy kanyarba. Hát ez rohadtul nem volt drift. Már egy külső kamerába álltak. Oh shit! Kicsit megtört a verde. De amelyik a jobban számítva, hogy meg fog törni. Ugye, felborultunk. Oh, na már. Meg kell nyerni. És megvan, yes! Na és akkor itt is vagyunk a menüben. Hát és csak a kampánymód elérhető ebben a verzióban. Szóval nézem, majd meg lehet nézni az autókat. Ó, megáll. Na nézzük, hogy mikra húnak itt a garázsba. Látja? BMW M1. Forderes 200. Peugeot 205. Porsche-nk is van. Peugeot, megint Renault, Ford. És egy Evo 6-os. Ja. Impreza. Valami Fiat. Mustang. Gyerekharcos. És egy újabb Porsche. Egy Lancia. Porsche megint. Hát ez mi a jó isten. Valami Jackson cucc. Egy Volkswagen. Mini. Hát nem annyira mini. Akkor egy BMW. És akkor Peugeot. 3008.
Akkor valami Lafitte vagy Massar. Porsche Macan. Jézus. Valami véjes. Cucc. Ugye itt a Fábia, amivel mentem. Polló. Citroen C3-os. Ford Fiesta. Ford F-150 Raptor. Ez is egy Mitsubishi Evolution. Chevrolet Corrado. Cadillac Escalade. Porsche Cayenne. Oda figyelj. Audi. Most az I vagy I? Amik I-nak nem nagyon lehet nézeném. De ez mi ez a kocsi? Jesus. Aston Martin DBX. Chevrolet Silverado. Az is egy Raptor. GMC. Peugeot 208, Audi S1, Renault Megane, Subaru ARX, Mini Cooper, akkor egy Beetle, valami Zenden Kupa, egy messzar, Aston Martin V8, Vantage, BMW M2, Ford Mustang. Fiat Abarth. Nem is hallottam még ilyenről. Lotus Exige. 911-es Porsche. Alpine. Audi TT. Duke Coupe. Porsche Taycan. Ez is a VSS Jupiter cucc. Ariel. Volkswagen, ez is Beetle. Akkor Armanda. X-Motive. Brent Hell. Blitzworld. Speedcar. Volkswagen ID. Hát is a Riel. Yamiko. Armada. Isten, milyen nevek vannak itt beszállás. És egy Jackson a végére. Na csapassuk egy kicsit a karriert. Azt mondom. Ezeket az oktató részeket elnyomkodom. És már tudjuk itt csapatni. Ah, egy Volkswagen-nel. Nagy szene ki. Nagy szója. Új, tiszta sár minden belső nevelbe csapass. Hú, de jól néz ki a játék amúgy. Nagyon szép. Nekem egyelőre hozzá, mert egy időrtek hangulatját. Teljesen oké is tett ez is. Ennek a srácok nem maradnak le. Két kör verseny. Csak melyik kell csapatni és vannak mennyi. Csak ugye ez a terepjáró szerű, nem tudom milyen kategóriának hívják ezt. Ezzel kell a csapatban. Egy challenge-et már teljesítettem is. Ugratás is megvolt, már csak driftelni kell. Hát is megvan. Nice. Mind a három challenge.
majdnem mondtam az első körbe, de még a másodikban vagyunk, vagy már a másodikban vagyunk. De rohadt nagy előnyünk van. Jó az a járvány. És ne kell kijön, hogy milyen szektort mentünk, és mennyivel vagyunk a többiek előtt. Jók ezek az apróságok. Sokat számítanak azért. Legalábbis nekem. Hát a sémán hozzuk. Ennyi. Na és csapassuk újra ABA-val. Még ezt egyesen megnézzük. Rally Raid. Ugye csak ponttól pontig. Magyarul sprint ugye. Azt hátra indulunk. Most csapassuk egy picit külső nézetből. Azt hiszem, milyen nem volt az előtt, hogy akkor valami csak így végig kell menni. Valami sem mondom, hogy összefejlett volna. De javítsunk a kötet tévére. Ennek is várni elnéz haza. Vele verett neki. Oh shit. De hát erre is tudom, hogy az egy kicsit olyan fura. Én jobban számítottam, hogy törik majd a járvány. Nem csak így ennyire. De valami elég gyenge. Szerintem. Elnagyom így negatívom egy picit. Itt jobban törhetne a gárda. Jó, amikor lehet csak én nem állítottam el valamit, és azért nem törik annyira. Az is benne van. Na már mindjárt felénél vagyunk a versenytávnak. Olyan mindjárt előre kis szektorni is. Ugye itt vannak a nyomon belőkje. Nem tudom, hogy te köszökíteni. Ezt szépen beraktatod a járványt. És a végre egy kis versenyzet. A kamera állások azok egész szép. Mert szerintem bőven elég is ez a pár darab. Több nem is kell. Van egy százalék már járunk. Most már láthatom a cél is. Az eső is milyen szép. És vina!
Na, hogy ebben ilyen megoldás van, hogy bemutatja az első hármat. Nem tudom, hogy a Dirt 4-ben ez hogy volt. Hát szerintem jó kis játék ez. Érdemes kipróbálni. Egy próbát tenni vele, mert mondom, ez jó játék, mint tudom, hozza az előzőknek a szintjét elég szépen. Ugye ezt a hangulat is, ezt a fesztivál hangulat is alatt hozza, szerintem nekem bejövős. Na hát remélem tetszett nektek ez a videó, hogyha így van, akkor csapassatok egy like-ot, iratkozzatok fel, minden elejtésebb ott viszont a leírásban, Instagram, Facebook, Discord, minden, GTA-kban minden, és ha gondoljátok, akkor nézzetek el oda is. Nincs rá a Discordra, dumáljunk egyébként, hogy valami, gyertek minél többen. Sziasztok!